Az idei Európa napon több évfordulóról is megemlékezhettünk, hiszen 40 éve zajlott az első európai parlamenti választás. 30 éve omlott le a berlini fal, Magyarország 20 éve csatlakozott a NATO-hoz, 15 éve pedig az Európai Unióhoz. Ebben az évben az Európai Parlament 8. ciklusa ért véget. Május 23 és 26 között rendezett választáson 27 tagállam polgárai szavazhatnak a képviselőjelöltekre. A Nagyszebenben megrendezett EU csúcs találkozón elhangzott, a 2019 és 2024 közötti időszakban védelmet nyújtó, méltányos, fenntartható és befolyásos Európára van szükség. Az Európai Unió létrejötte, az tulajdonképpen egy békeprojekt valójában. A nagyhatalmakat ugye ki kellett békíteni, illetve meg kellett valamivel fogni, hogy a béke irányába mozduljanak, és ne a háborúskodás legyen a cél. Ugye a második világháború után nagyon nagy veszteségeket könyvelhetünk el, és ebből már úgy elég volt. A távlatokban gondolkodó nagy politikusok régóta tervezték az európai integrációt, és ez majd a Jean Monnet-nak köszönhetően, majd a Schuman terv alapján jött létre. Akkor, mint mondtam, ez egy békeprojekt volt. Ma már sokan megkérdezik a gyerekek közül is, meg bárki, hogy miért jó nekünk az Unió, miért jó nekünk az Unióban maradni. Akkor azért ezt el lehet mondani, hogy ma már nem a béke az elsődleges kívánságunk, hiszen békében élünk az Uniónak is köszönhetően, hanem számtalan olyan lehetőségünk adódik, amellyel tudunk élni, akár fiatalok vagyunk, akár idősebbek, akár gyerekek. Többek között megvalósult az áruk és a tőke szabad áramlása, a szolgáltatások szabadsága, az emberek szabad mozgása, és emellett uniós támogatásokat kaphatunk, valamint pályázati lehetőségeink is vannak. A Nyíregyházi Európa napon az érdeklődők teszteket tölthettek ki, voltak ismeretterjesztő kiadványok és játékok. Május 14-én az EP választásokról tartanak előadást a Nyíregyházi Egyetemen, május 20-ától pedig újra megrendezik az Európai Filmhetet a Krúdi Árt moziban.